Sziasztok mindenkinek! Ismételten egy ebédötletes videóval jöttem nektek. A mostani részben lesz... Úgyhogy nagyjából ennyi, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és jövök majd nem sokára a pizzasütős videóval is. Sziasztok! A mai vacsi az lángos, lidlös lángos, most sül, anya itt van nálunk, úgyhogy ez lesz a vacsoránk. Csináltam hozzá fokhagymás cuccot, meg reszelt sajt lesz, meg természetesen tejföl. Milyen leves teszel, Marci? Krémleves. Karalábé krémleves. Nagyon finom, csak nincs ebben most kuki. Igen, mert azzal szoktam sűríteni, itt van. Most levesgyöngyel fogjuk enni. Sziasztok, amint látjátok, sülcsirke az ebéd, de erről a cacikiről szeretném elmondani a véleményemet. Itt van Vivike is. Hát az az igazság, hogy nagy csalódás, úgyhogy ezt egyáltalán nem olyan ajánlom ezt a terméket, mert hogy nagyon-nagyon kevés az uborka benne, és tulajdonképpen egy fokhagymás tejföl az egész. Ezt itthon jobban meg tudtam volna csinálni. Többet ilyet nem veszek, úgyhogy ez most egy csalódás nekem. Ez egy antikedvences termék, úgyhogy ezt nem ajánlom. Hát elfogyasztjuk, de biztos, hogy nem veszek többet, nézzétek meg. Szinte semmi uborka nincs benne. Egy tejfölös cucc.
szedtem a konzervből, hát így egyáltalán nem hasonlít a töltött káposztára. Engem inkább a rakott káposztár emlékezte. Egyszer nem látok benne olyan káposztás dolgot. Tehát a töltött káposztát magát nem látom. Ilyen darabokból van, hát megpusoljuk azért. Na hát így néz ki a töltött káposzta, hát nem egy bizalomgerjesztő. Mondjuk hozzáteszem, hogy másodjára kellett megmikróznom, mert közben időközben kihűlt. És amit látjátok, hát szép szavakkal is azt mondom, hogy gusztustalan. De hát próbáljuk már ki akkor. Fordítom a kamerámat. Kicsit le vagyok lombozódva, mert már mikor kibontottam, láttam, hogy nem olyan, amire számítottam. Meg ezt a narancssárgás színt, ez nekem olyan nagyon természetellenes. Mindegy, megkóstoljuk. Hát így néz ki, hogy lássátok, hogy tényleg itt van előttem. De se az állaga nem úgy néz ki, se az illata, mint a töltött káposztájé. Megkóstolom előbb a hús részét. Hát, borzasztó. Tehát, nincs is köze a káposztához, de ha már legalább lenne valami íze, durván el van sózva, el van paprikázva, ez az igazi konzervkaja íz. Ez most tényleg az, úgyhogy ez egyáltalán nem jön be ez a termék nekem. Sokkal jobbra számítottam a paradicsomos húsgombóc után, az nagyon-nagyon finom, de ez biztos, hogy nem vásárolok többet ilyet. És még az is biztos, hogy nem fogom megenni az egészet, csak éppen valamennyit, hogy legyen egy kis kaja a hasamba. Valószínűleg a macskák fogják megenni, úgyhogy egyáltalán nem ajánlom, ha... Nem jó. Tehát most megkóstolom a káposztát is, de... Az még annyira hagyján, de borzasztóan el van sózva. Pedig egy sósan eszek mindent, de ez egy sós... ízetlen, nem is káposzta, nem jó, nem jött be, ez most egy csalódás volt. Közben raktam rá egy kis tejfölt, hogy hát ha úgy elviselhetőbb az íze, megnézzük így is. Hát tejfölde leszem, mert úgy talán nem érződik annyira ez a konzervvíz, de akkor sem jó. Sziasztok! A mai ebédem az rántott sajt. Amint látjátok, ezt én paníroztam, a Lidlben kapható XXL termékből készült, illetve is van hozzá. És amit láttátok, a leves az egy kockából készült leves volt, egy kis eperlevél tésztával. Nem volt már időm levesre, normális levesre, de azért valami folyadékos szerettem volna a rántott sajt előtt, úgyhogy az lett. Hát Viviennek nagyon ízlett a rántott sajt, a francia salátában igazából minden benne van, Lidl-ös fagyasztott francia salát alapból készült, csak annyi, hogy én még raktam hozzá egy fél almát és vagy három borkát, úgyhogy ilyen vegyes bazár lett, úgyhogy most elfogyasztom az ebédemet, nagyon-nagyon szeretem ezt a rántott sajtot, egyáltalán nem folyik ki, nagyon puha, Viviennek nagyon ízlett, mint mondtam, úgyhogy már nagyon-nagyon régóta kívánom. Ilyen a sajt, és megkóstolom, bár tudom, hogy milyen, mert sokszor ettem már. Nagyon finom.
Francia saláta is. Úgyhogy jó, jó kis kaja. Hát akkor elfogyasztom. Főzeléket eszel? Na, hogy eszed? Mutasd meg! Finom! Ügyes vagy! Cica!